a Maja mesé. Néha egy párkapcsolatban úgy el tud mérgesedni egy veszekedés, egy vita, hogy tányértöréssé fajul a dolog. Aztán persze az ember utólag már nagyon megbánja a dolgot, és néha nem is érti, hogy mi vezethetett idáig. Újra eszébe jutott a volt barátnőm, és elkezdte, hogy mennyi a szeretődhöz, és közöttem vele, hogy hát nekem szeretőm te vagy, meg a kedvesem is, meg minden egy szemébe. De ezt nem hitt el, aztán véletlenül tényleg én csak le akartam spriccelni. Ő leverte a poharat, utána akkor én már küldtem a tányért is. Sorry, mivel akartad lespriccelni? Nem értem. Szódás üveg elő volt, és aha, én tényleg csak vízből ráfogtam, és aztán a vége az lett, hogy a pohár mellé esett a tányér is, és ő most duzzog. Van neki oka féltékenynek lenni az exedre? Nincs. Tényleg nincs. Törődsz vele egy eleget, odafigyelsz rá? Hát én úgy érzem aztán, hogy ő mit érez, ezt meg kellene tőle kérdezni. Jó, mindjárt kiderítjük, hívom Beát. Köszönöm. Szia! Segítséget hívtam a béküléshez. Úgy látszik, én egyedül kevés vagyok hozzá. Nem vagy normális. Jó, hát azt tudom, hogy nem vagyok, de... Szia, Bea, Vasmaja vagyok. Szia! Úgy látszik, nem komoly, ha már látszik. Én is úgy érzem, hogy nincs túl baj. Nincs, de én megfogadtam, hogy takarítani nem fogok. Nincs. Akkor itt maradt holnapig. Olyvé, hol laktok? Menjek én? Csak hogy szent legyen a béke? Állj kicsit szerintem messze. Nagy Kanizsán. Hát oda most nem tudok leúrani összesöpörni egy tányért meg egy poharat. Mondjátok, gyakran csináltok ilyeneket? 3,5 év alatt egyszer azt hiszem sikert, de az tényleg véletlen volt. Az leesett. Egészen mértékletesek voltatok. Én ismerek olyan párt, akik az egész étkészletet szét szokták dúlni, aztán mindig bánatosan mennek újat vásárolni. Várjál, Maja, a Bea még nem mondott semmit, csak nevetett. Ez, Én már gyanítom a választ, de Bea, akkor mondd ki. Jó, hát kibékülhetünk. Na, egye fene. Várjál, egy kicsit azért többet, hogy kibékülhetünk, el, csak az esélyt adja meg, ami én nem pitizni akarok. Én azt akarom, hogy ő lássa be, hogy tévedett. Én nem tévedek soha. Azt mondja Józsi, hogy te féltékeny vagy az előző barátnőre. Dehogy vagyok féltékeny, ez csak poén volt. Nem vagyok féltékeny. Na jó. Szeretlek. Na, köszönöm, na, én tetszett. Is. Köszi, Maja. Így ez már elég tétel, jó? Igen. A telefonszám plusz 36 30 168.001. Ha esetleg te is szeretnél valakivel kibékülni, örömmel állok a rendelkezésre, de persze teljesen más ügyben is beszélgethetünk. Itt a Maja meséiben.